Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956. október 23-ai forradalomra emlékező ünnepségünkön. Ünnepség kezdeteként kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Először kérem, hallgassák meg Cseke András ünnepi beszédét, majd ezt követően a Budaörsi Múzsák Társulat két színművészének, Tövespataki Beátának és Tóth Sándornak az ünnepi műsora következik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napon az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményre megemlékezve gyűltünk össze. Mint már történelmünk során mindannyiszor az idegen önkény rákényszerítette a magyarságot arra, hogy szabadság szeretetének és függetlenségének szóval is tettel szerezzen érvényt. A II. Világháború után az ország romokban hevert. A szovjet hadsereg megszállta hazánkat. Rákosi Mátyás az MDP főtitkára 1948-ban Sztálin támogatásával került hatalomra. A korszakot az erőszakos nehézipari fejlesztés, a kollektivizálás, a német ajkú lakosság kitelepítése, a vagyonelkobzás, a besúgó hálózat kiépítése, Sztálin és Rákosi személyi kultusza, az AVO és az AVH terrorja, a rendszer idegennek nyilvánított személyek, így az egyházak, a politikai ellenzék és az arisztokrácia üldözése, a koncepciós perek határozták meg. Az országban általános áru- és élelmiszerhiány, a hidegháború miatti félelem uralkodott. Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálával megkezdődött a politikai enyhülés. Bíbó István szerint demokratának lenni annyit tesz, mint nem félni. A nemzetek szíve bizakodással és reménnyel telt meg. Az emberek élni akartak. Nem akartak félni, nem akartak hallgatni. Nagy Imre magyar miniszterelnök reformokat vezetett be, amnesztiát hirdetett, felszámolt az internálótáborokat. Intézkedéseivel enyhítette a parasság terheit, az országban az életszínvonal nőtt, megkezdődött a demokratizálódás folyamata, az emberek mertek hinni, hogy gyermekeik egy élhetőbb, jobb világban nőhetnek fel. A magyar reformok mintául szolgáltak lengyel testvéreink számára is, akik Vladislav Gomulka vezetésével maguk is megkezdték a sztálini diktatúra felszámolását, a politikai élet megreformálását. Hruscsov a szovjet vezetésen belül is sikeres és gyors reformokat kezdeményezett. Nagy Imre a szocializmus szerette volna megreformálni hazánkban a magyar emberekért, a magyar emberek által. De a szovjet vezetés nem nézte ezt jó szemmel. A hatalomba ismét Rákosi Mátyást és belső körét ültették. De az eseményeknek már nem lehetett gátat szabni. Hazánkban az értelmiségeket tömörítő Petőfi kör, október 16-án Szegeden a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége ismét megalakult. A magyar és lengyel reformok példaként szolgáltak a közép- és kelet-európai népek számára. A Szovjetunió hatalma meginogni látszott. A lengyel reformok miatt Moszkva már fegyveres beavatkozással fenyegetőzött. A lengyel nép melletti szolidaritásból szervezték meg 66 évvel ezelőtt, október 22-én demonstrációkat a magyar egyetemisták. A békés és fegyvertelen gyűlést kívántak tartani október 23-án a magyar és lengyel barátságot jelképező BEM szobornál. A magyar nemzeti ifjúság demokratikus választásokat, szovjet csapatok kivonását, szólásszabadságot, a sztálini diktatúra maradványának felszámolását, a nemzeti önrendelkezést és a lengyel nép melletti szolidaritás követelte. Ezek a célok nem radikálisak, nem elítélendőek,
Minden embert és minden népet megillet a szabadság és a nemzettől rendelkezés. A tömeghez egyre többen csatlakoztak. A nemzeti összefogás megnyilvánulása volt ez, páratlan megnyilvánulása, hiszen különböző családi hátterű, politikai és világnézettel bíró emberek, idősek és gyerekek, nők és férfiak egyaránt részt vállaltak az eseményekben. Az államhatalom foggal körömmel ragaszkodott a pozíciójához, nem rettentek vissza az erőszak alkalmazásától sem. Ezzel a magyarságot rákényszerítették arra, hogy fegyverrel harcoljon a szabadságáért, hogy kinyilvánítsa a világ előtt, hogy élni akar a szabad Európa részeként, még akkor is, ha egyedül van küzdelmében. A világ lélegzett visszafolytva figyelte a heroikus küzdelmet, ahogy hazánk nem ijed meg a kor legerősebb szárazföldi hadseregétől, és fölveszi a harcot. Az utolsó pillanatig hitt és remélt, hogy a világ szabad népei segítségére kelnek. Az események sodra városunkat, Visegrádot is elérte. A forradalom hírét október 23-a után a nagymarosi küldöttség hozta. A Kossuth nótát énekelve, ünnepelve gyűltek össze az emberek a 48-as emlékmű előtt, amely akkor még a templom előtti téren állt. A nemzeti dalt Friedrich István szavalta el. A Műegyetem hallgatója, Magyari Kossa Miklós szemtanúként számolt be a BEM szobornál lezajlott eseményekről. A rádió folyamatosan játszotta a forradalom jelképévé vált Egmond nyitányt. De hírek alig érkeztek városunkba. Az emberek bizakodtak, november 1-jére már elmerték hinni, hogy győzött a forradalom. A szovjet csapatok elhagyják hazánkat. Megindult a szovjet hazánkat. Nagy Imre november 4-én elhangzó segítségkérő beszédét mindenki döbbenettel hallgatta. Megindult a szovjet forgószél hadművelet, amely elsöpörte a magyar forradalmat és szabadságharcot. Visegrádon is orosz tankok, harckocsik döbörögtek keresztül, érzékeltetve, hogy még mindig ők az urak. Bibó István a magyar parlamentben utolsóként intézte kiáltványát a világhoz. Idézem, Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását. Most a világ hatalmain van a sor, hogy megmutassák az Egyesült Nemzetek alapokmányába foglalt elvek erejét és a világ szabadság szerető népeinek erejét. Kérem a nagyhatalmak és az Egyesült Nemzetek bölcs és bátor döntését leigázott nemzetem szabadsága érdekében. A világ nem tett semmit. A szovjet csapatok hadüzenet nélküli támadása miatt a megtorlásról való félelemtől közel 200 ezer nemzettestvérünk hagyta el Magyarországot. Megkezdődtek a koncepciós perek és a kivégzések, a bebörtönzések és az internálások. A forradalom és szabadságharc mégsem volt hiába való. Az események forgataga végül meghozta a várt enyhülést. Az 1956-os események emlékét évtizedeken keresztül tabusították, eltorzították, de a magyar köztársaság megalakulását mégis 1989. október 23-a jelentették be a Kossuth téren. Záró gondolatként engedjék meg, hogy nagyapán Cseke László szavait idézzem. És mennyit veszítettünk értékes emberekben, hitben és reményben, de a fájdalom talaján új élet, új remény fakad, és elhatározás, hogy nem adjuk fel. Nem félünk és nem hátrálunk. Sem kisajátítani, sem meghamisítani nem hagyjuk október szellemét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Játékpuskáját a fiú rásütötte pajtására. Az rányomta kezét a játéksebre, akár a filmeken, és összerogyott. Játékból meghalt. Egészen meghalt a játékharcos. Egy kislány szaladt oda, aki játékból az anyja volt, s a játékharcos játékanyja csak sírt, sírt, sírt igazi könnyeket, nem játékkönnyeket. Csak folyt és folyt végig az igazi arcon. Minden könnye nagyító lencse volt, és összegyűjtött minden igazi háborút, minden igazi puskát, minden igazi férfit, aki meghalt. Meghalt. Meghalt valamikor. Jaj, te oktalan halál! Jaj, te háborús halál! Borsókarót eltörő,
Gyönge az Inda karó nélkül, kipordul a borsó, kicsordul a könyv. S az a kislány úgy sírt, hogy a többiek már nem értettek semmit az egészből. Se játékból, se igazából. Fordulj, kedves lovam, napszentület felé, úgy se jövünk többet, soha visszafelé. Messze földre megyek, elbújdosom innet, szép szülő hazámat nem látom meg többet. Idegen országban, idegen emberek, járom az utcákat, senkit nem ismerek. Szólanék hozzájuk, de ők nem értenek. Ezen az én szívem, de nagyon keserek. Idegen országban olyan beteg vagyok, szomszédim házaig alig elámbolygok. Szomszédim azt mondják, talán meges halok, én is azt gondolom, meg nem is maradok. Hú, de jó szél fúd el hosszú útnak porát, hosszú útnak porát, fakó lovam nyomát. Jó ló volt a fakó, jó a viselete, áldja meg az Isten, aki fölnevelte. Reggel bementem a Műszaki Egyetemre. A professzorok zöme sötét ruhában jött be, néhányuknak még kokárdája is volt. Borzasztó lelkesek és kedvesek voltak. Egyöntetűen a diákság mellett álltak. Úgy éreztük, hogy amit teszünk, az mindenképpen jó dolog. Nyilvánvaló volt, hogy elmegyek a felvonulásra. Nem kalkuláltam, hogy mi lehet belőle, de tudtam, hogy már nincs visszaút. Felemelő élmény volt egy óriási tömegben felszabadultam menni. Akkor már vágták ki a visszatetsző, undorító címert a zászlókból, és skandálták, hogy ruszkik haza. A külügyminisztérium előtt láttuk, ahogy a kiskatonák kirakták a laktanyába a magyar zászlót. Ahogy mentünk, tömegesen csatlakoztak hozzánk. Óriási élmény volt. Ahogy közeledtünk a BEM szoborhoz, a hangulat izzóvá vált. Elindult a tüntetés. Amikor kiértünk a Sztálin útra, megláttuk a falon a Sztálin névtáblát. Akkor Pistával és Jóskával úgy döntöttünk, hogy leszedjük. A tömeg örjöngött a gyönyörűségtől. Végül is 3:30 tájékán odaértünk a Kossuth térre. Szemben álltam azzal a balkonnal, ahol később Nagy Imre beszélt. Egyszer csak meggyújtották a piros csillagot a parlament kupolájának a csúcsán. A nép elkezdett ordítani, hogy oltsák el. Furcsa feszültség volt a levegőben. Azt éreztem, hogy bent az emberek félnek, aminek az egyik jele az volt, hogy eloltották a piros csillagot. Megérkeztünk a felvonulási térre, ahol éppen a Sztálin szobor döntögetése folyt. Ez is elég sokáig tartott. Végül is elhegesztették a lábát és ledőlt. A városban gyorsan terjedt a hír, ledőlt a Sztálin szobor. Akik hallották, újjongtak, de aztán megcsóválták a fejüket. Ez olyan hír, hogy talán nem is igaz. De azért mosolyogva mentek tovább, és a következő sarkon már ők újságolták a hallottakat. A nagykörúton megdöbbentő látvány tárult a szemünk elé. A villamos sineken egy meggyújtott teherautó lángolt. A kockakövek felszedve hevertek a sinek között. Csodálkozó szemekkel bámultunk a lángoló autóra, s engem valami szorongás fogott el. Délután ilyesmire nem is gondoltuk, nem ezt akartuk mi délelőtt, amikor fellelkesítve Budapestet, kivágattuk az idegen címert az ászlókból. Ha így folytatjuk, akkor csak hamar megszólalhatnak a fegyverek is. És meg is szólaltak. A Kilián laktanyában, a második udvarban állt egy jó századnyi Kossuth tüzértiszti iskolás teljes menetfelszerelésben. Civil tömeg vette körül őket.
A tömeg tombolt. Adjátok ide a fegyvert, vagy harcoljatok! Elég nagy nyomás alatt voltak, és feszült volt a hangulat. Egyszer csak kiállt eléjük egy őrnagy, és azt mondta. Megparancsolom, hogy a dolgozó nép kívánságára adjátok át a fegyvereiteket a dolgozó népnek. No, én már akkor kinéztem magamnak azt a karabét, amire szükségem volt, és rögtön ráugrottam az illetőre. Nagy bambán kiakasztotta a nyakából és a puskát, elvettem, és már loholtam is kifelé a kapun. Az Andrássy úton, amelyet akkor éppen Sztálin útnak neveztek, elég nagy volt a zaj és a nyüzsgés. Hogy tájékozódjam, lementem az utcára körülnézni. Kimentem a Liszt-Ferenc térről az Andrássy útra, és a belváros irányába fordultam. Ekkor értem a Bajcsy-Zsilinszky úti sarokra, amikor két fiatalember éppen létrán állva vésővel és kalapáccsal ütötte ki az emléktáblát, mely szerint ez Sztálin eltársról elnevezett út. Nagy taps volt. Egyszer csak arra figyeltünk fel, mintha Bajcsy-Zsilinszky úton tankok közelednének. Akkor már hallottunk arról, hogy egyetemisták vannak a rádiónál, és fegyveres harc alakult ki. Rettenetesen felháborodtunk azon, hogy tankokkal mennek a fiaink ellen. Tényleg jöttek a tankok. Csukott tetővel volt talán 4 vagy 5. Egyszer csak a vezértanknak a teteje megnyílik, kidugnak rajta egy nemzeti szín zászlót. Hát mondanom se kell, hogy a tömeget levette a lábáról ez az okos akció. Hatalmas tapsivarban törtünk ki az előző fújolások után. A Bródy Sándor utca felől fegyverropogást lehetett hallani, s az idősebbek mondták, hogy életveszélyes a rádióhoz menni. Ekkor találkoztam az első sebesülttel. Többen hoztak egy embert, akinek lőtt sebe volt és erősen vérzett. Akik cipelték, egyre csak kiabáltak. Van maguk között orvos? A közelben volt egy STK rendelő, egy helyi lakos odavezette a sebesültet cipelőket, és a tömeg nagyon gyorsan betörte a rendelő ajtaját, orvos is, ápoló is került, ellátták a sebet. Az orvos kiszólt a rendelőből, hogy terjesszük el a tömegben, hol van a sebkötöző, hadd tudják az emberek, hogy hová kell a sebesülteket szállítani. A nagycsarnok előtt egy oldalkocsis motorost álltak körül. Röplapokat osztogatott kötekszám. Kinyomtatták a magyar ifjúság követelésének pontjait. Kértünk egy marékkal, és elindultunk át a hídon Budára. A Rudasfürdőnél felültem a felső rakpart korlátjára, hogy megvárjam apámékat, mert elvesztettem őket szem elől. Nem tudtam, előre mentek-e már, vagy lemaradtak, még én a röpcidulákat osztogattam. Valami fémes zajt hallottam a hátam mögött. Lenéztem az alsó rakpartra. Néma csendben, világítás nélkül végeláthatatlan hosszban egy orosz harckocsi oszlop állt ott. A zajt egy katona okozta, aki kimászott a tankból, és éppen rám célzott. Előrevetettem magam, és hasra vágódtam. Lövés nem dördült. Átkúztam, 4 kéz lábaltam a Rudasfürdőig, és a hegyalja út elején beértem apámékat. Otthon még sokáig beszélgettünk. Anya szegény azt hajtogatta, hogy bejönnek a szovjet csapatok, és másnap véget vetnek ennek az egésznek. Egyetlen szovjet katonát sem láttunk. Bizonygatta apa. Ha közbe akartak volna szólni, avatkozni, már régóta megtették volna. Úgy látszik, egyelőre nem akadta ki behívő őket, makacskodott anyám. Akkor értettem meg, hogy miért álltak ott a budai alsó rakparton némán. Behívásra vártak. 23-án este még bementem a Magyar Honvédelmi Szövetség rádióadójába, ami rádióamatőr összeköttetésekre volt rendelkezésre bocsátva, mert kíváncsi voltam, tud-e a világ erről a felkelésről. Próbáltam több rádió hullámhosszot keresni, a Szabad Európát de nem találtam semmit. Csak egy csehszlovák rádióssal teremtettem összeköttetést, akivel már korábban is beszéltem, és megkérdeztem tőle, hogy tud-e arról, hogy Magyarországon felkelés van. Azt mondta, hogy nem tud semmit. Mivel ez egy elég nagy teljesítményű adó volt, éjszaka 2-3 óráig folyamatosan mondtuk, hogy Magyarországon felkelés van. Ha jól emlékszem, a 40 méteres hullámhosszon. Október 24-én hajnalban hagytuk abba. 2 órakor ezen a rádióadón beolvastuk még a műegyetemisták által megfogalmazott szöveget is, magyarul, angolul és azt hiszem oroszul is. A szövegnek körülbelül az volt a tartalma, hogy értesítjük a szomszéd népeket és a világ népeit, hogy Magyarországon nagy tömeg lázadt fel a Szovjetunió ellen, és nagyon félünk, hogy a hivatalos magyar rádió hamis híreket, vagy egyáltalán semmilyen hírt nem ad. Később hallottam, hogy ezt az adásunkat hallották nyugaton, sőt, úgy tudom, hogy a Szabad Európa is vette. Másnap reggel ágyudörgésre ébredtünk.
Hivatalosan is megérkeztek a szovjet csapatok. Mind, aki jó volt, elment rég, senki se mondja, játszok még. Senki se kell, mind elment, túl nagy a zaj, ott kint s itt benn. Nincs diadal, nincs taps és fény, éjszaka lett a legvégén. Senki se kell, így van jó, nincs takaró a hangokból. Semmi se kell, így van jó, nincs diadal. Ahogy múlik az ég, ahogy föl kell a nap, a fény belopózik a lombok alatt. Ahogy tágul az ég, és a völgy puha zöld, virágait végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé, mindig a nap elé, húsznak a kifakult lomb a fő. Ahogy múlik az ég, ahogy föl kell a nap, a gyűlölet végre a múltra marad, és a fák, a vizek, a tétova szél, a néma hegyoldal is újra beszél. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol egy zenekar éhes és fiatal, hol játszani kezd. S jönnek a hírek, a rongyok, valahol Európában, valahol Európában, valahol gyönyörű lesz még a nyár. November 3-án már úgy nézett ki, hogy az élet normalizálódott. Mostoha lányom születésnapjára szépen rendbe tettük a lakást. Későn feküdtünk le, hajnali 3:30 körül, és erős ágyúdörgésre ébredtünk. Kinéztünk az utcára, és megdöbbenve láttuk, hogy az Üllői úton tankok jönnek. A Korvin közhöz érve megsemmisültek egymás után. Gyorsan visszapakoltunk a pincébe, és egy hétig újra ott éltünk. A becsapódásoktól csak a mellettünk lévő 6 emeletes ház védett meg, de a nagy támadások hangja hozzánk is elért. A Korvin köz és a mozi közt volt a fő hadiszállás. Itt voltak a pesti srácok, Janikák, akik benzines palackokkal és lekváros kenyérrel várták az ellenséges tankokat. Amikor harckocsik a körúti kereszteződésnél megálltak, akkor kapták a benzines palackokat. A lekváros kenyér arra kellett, hogy a tank figyelő nyílására ragasszák, így a katona nem láthatott ki, nem tudott tovább menni, és a laktanyából kilőtték. Az első orosz támadás után, fegyvernyugvás idején, apámmal kerékpáron bejártuk a várost. A Korvin közben egy kiégett tank előtt megálltunk. Fölmásztam a tank lánctalpaira, behajoltam a fedelét vesztett lőtoronyba, azon nyoma megcsapta az orromat a frissen sült, megégett emberhús édeskés, keserű illata. Hány ingerrel küszködve kászálódtam le a kormos páncélpatkákról. Ők lettek volna, akiknek a golyóitól majdnem meghaltam. Felködött bennem a kielégítetlen bosszú érzete, de ezt az érzést rögtön elnyomta a sajnálaté. Igazán azonban egyik sem tudott hatalmába keríteni.
A Tűzoltó utca és a Ferenc utca sarkán a postánál láttam egy szerencsétlenül összeégett katonát. A Ferenc téren három sírt találtam. A nevek a fejfákon a következők voltak. Beke Gyula, 21 éves. Kis Dániel, 27 éves. Szőlős Jantal, 20 éves. Virág helyett ötsoros verset írtam, és a fejfájukra tettem. Három néma hant, kint a Ferenc téren, csendesen őrködik álmotok felett, dicső szabadság. A három szín jegyében, ezért ragadhatok géppisztolyt a kezetekbe, béke poraitokra, s hálás köszönet. Ki itt születtem, mégis ócsároltalak, ki szerettelek, és mégsem ismertelek. Bocsáss meg tévejgő fiadnak, dicső városom Budapest. Hogy is hihettem, hogy olyan vagy, mint a többi? Egy város a városok között. Jártam köveiden, és azt hittem, hogy a kövezet közlekedésre való. Ültem a villamoson, és elhittem, hogy a villamos utazásra szolgál. Számos házadban megfordultam, és azt hittem, hogy e falak között élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam, hogy e falak lőrések. E villamosokból barikádokat lehet rakni, és ezeken az utcákon rohamra indulni, harcolni és győzni is lehet. Légy vendéglátója a világ minden nemzetének, de többé ne tűrj meg megszálló hordákat, idegen zászlókat a megszentelt falak között. Légy mindig olyan, mint Budapest, Budapest. És tedd, hogy mi méltatlan fiaid méltók lehessünk hozzád és egymáshoz. Élj örökké munkában, dicsőségben. Szabadság fővárosa, Budapest. Az álom, mit nem láttok még, győztek még, a bánatot eltűrni némán, s ott járni, hol nem jártak még. Ha vágyat nem elérhető, belátod a távoli célt, a lélek csak az segít tovább, megnyílik a csillagos ég. Törvényem ez, ezt követem én, ha nincs is már remény, a hitem az él, az vezet tovább, mert ki előre néz, annak bármilyen göröngyös útja van, nem lesz nehéz. Bízom hát, mert ki céljához hű, s tudja, hogy merre lép. Arra glória nem vár talán, csak egy csöbb békesség. Ha egy kicsit jobb lesz ettől a világ, már az ember nem hiába él, nem hiába hullatta a vérét, elérte a távoli célt. Köszönjük szépen, és ünnepségünk végén kérem, énekeljük el közösen a szózatot. Hazádban.